ismét egy olyan nagyon fontos felújítást tudunk átadni a használóknak, akik jelen esetben a kisgyerekek 3 éves kori, ha jól tudom, akik itt Győr mérföldcsomagon élő szüleikkel tudják használni ezt a kultúráltan kialakított mosdórészt, illetőleg a torna szobát. Úgyhogy folyamatosan fejlesztjük az intézményeinket. Nagyon jó ez a kis, nekem nagyon tetszik ez a törpe fürdőszoba, amit kialakult. Ez nem, de mesélve lenne az ember. Én gyerekeim már nagyok, tehát elszoktam ettől egy kicsit, de tényleg fantasztikus érzés az, hogy szinte hétről hétre tudunk bejelenteni ilyen felújításokat, és hát azt tudjuk ígérni, hogy nyilván igyekszünk lépésről lépésre minden intézményben, amit meg tudunk tenni, azt megteszünk azért, hogy a Győrben élő, felnővő gyerekek minél jó körülmények között lehessenek addig, amikor a szüleik dolgoznak. A gyerek szobákban elsősorban gyerekellátást érintő fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, széplombéria került föl, illetve gyerek bútorok kerültek a csoportszobákba. Ez a felújítás az érintett dolgozókat is, hiszen a dolgozói blokk is megújult, illetve a gyermekfürdőszobák és a teljes folyosó volt ennek a projektnek a része igazából, és ez úgy érzem, hogy kiegészítette jól azokat a korábbi külső jelentős beruházásokat, amik folytak az intézményen, és itt teljesre tudták tenni a felújítást.